Előírás, hogy mielőtt elkezdődik egy lakás felújítás, el kell intézni a távhőszolgáltatónál a hozzájárulást. Ez igaz a radiátor cserére és a műszaki átalakításokra egyaránt. Erre jogszabályok szerint csak május 15-e és szeptember 15-e között van lehetőség. Az a tapasztalatunk, hogy ilyenkor megrohannak bennünket a kedves ügyfeleink, hogy minél hamarabb adjuk ki ezt a hozzájárulást, hogy ők tudják végezni ezeket a munkákat. Viszont van ennek egy egyszerűbb módja, és erre szeretném felhívni mindenkinek a figyelmét, ugyanis ezek a Hozzájárulások nem évülnek el. Tehát ezeket a hozzájárulásokat ki lehet kérni jóval korábban. Tehát aki úgy gondolja, hogy szeretne egy ilyen átalakítást végezni, akár a közeljövőben, akár távolabb, akár évek múlva, már megkérheti a hozzájárulást, és akkor ennek birtokában már saját maga jobban tudja szervezni a munkának az elvégzését és annak az időpontját. A távfőszolgáltató a rendelkezésre álló információk alapján véleményezi és jóvá hagyja a tervezett átalakításokat. Tanácsokkal is szolgál a radiátor kiválasztásához és a szerelési munkálatokhoz. Ezeket a hozzájárulásokat, ezeket a legegyszerűbb online beadni, és amennyiben ezt abban az időszakban tudják megtenni, amikor még van bőven idő az átalakításig, akkor ezt mi is fel tudjuk dolgozni, és nem esik senki esetleg abba a csapda helyzetbe, hogy a távfőszolgáltató nála felhalmozott munka miatt csak hosszú-hosszú napok, hetek múlva kapcsak hozzájárulást. A Széphő ZRT munkatársai igyekeznek a beérkező kérelmeket minél rövidebb időn belül kezelni, de a fűtési idényen kívül is adódhat olyan leterheltség, ami miatt csak a maximális 30 napos határidővel tudják kiállítani a szakvéleményeket. A hozzájárulások nem évülnek el, és ha valami más szeretne megvalósítani az ügyfél, akkor lehetőség van arra, hogy egy másikat igényeljen.